Egyrési szunák brit miniszterelnökkel közös teázással indult Joe Biden észak-írországi útja. Az amerikai elnök négy napra utazott ősei földjére, ahol nem mindenki örült az érkezésének. Arlene Foster, a legnagyobb protestáns erő, a Demokratikus Unionista párt korábbi vezetője, egyenesen odáig ment, hogy Biden gyűlöli az Egyesült Királyságot. Az unionisták legfőbb gondja, hogy szerintük Biden az EU pártját fogta a Brexit körüli vitákban, és támogatta az északír helyzet rendezéséről kötött külön megállapodást, melyet a párt elutasít. Biden azonban szerdán arra utalt, hogy nem ítélkezni érkezett Belfastba, hanem azért, hogy meghallgassa a feleket. Az amerikai elnök akinek látogatását az északír konfliktust lezáró nagypénteki egyezmény aláírásának 25. évfordulójára időzítették, útja során beszédet mond az Alsteri Egyetemen, és később Michael Higgins ír államfővel is találkozik majd Dublinban.